Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen. A mai napon Nunki csillag hatása alatt állunk. Az ősi kultúráknál, különösen Mezopotámiában nagyon kedvelték ezt a csillagot, és úgy mondták, Nunki csillag hatása alatt találunk egy helyet, ami erőt ad számunkra, egy szent helyet. És ez a csillag most kihat a mai napra és a következő napokra is. Tehát lesz egy bizonyos hely, ahol erőt meríthetünk. Én az indiai asztrológiával dolgozom, és ez egy más számítás, hiszen az indiai asztrológia figyelembe veszi azt, hogy a tavaszi pont elcsúszik. Mivel ez egy más számítás, figyelj oda arra, hogy melyik jegyben születtél. A videó alatt megtalálod ezt a tabellát, ahol utána nézhetsz. És én indítanék a kós jegyével. Az indiai számítás szerint itt mozog Uránusz bolygó, és hatása alatt mindig vannak változások, különös események, meglepetések. Hamarosan várható egy jó hír. Egy bírósági ügynél szerencse lesz, itt tisztázódik valami. De ez lehet egy bizonyos helyzet, amit eddig olyan igazságtalannak láttál, itt javulni fog valami. Ami a párkapcsolatot illeti, még vannak bizonytalanságok. Mars bolygó kívülről energiát küld a kos jegyének. Ez azt jelenti, hogy valaki segít kívülről és erőt ad nekünk, hiszen én is a kos jegyében születtem. Vagy azt is jelentheti, hogy egy férfi közeledik hozzánk. A bika jegye. A bika jegyében mozog Ráhú, a felfele mozgó kármikus csomó. Utal egy új irányra, egy új életterületre, tehát itt várható egy változás. Egy jó hír közeledik a bika jegyéhez. Azon kívül szerencse van a szerelmi életterületén. De vannak még igazságtalanságok, és ezt most nehéz rendezni. Az ikrek jegyében nincs mozgás, viszont a hold az küld energiát kívülről az ikrek jegyéhez. Ezek lehetnek anyai témák. Vagy azt is jelentheti, hogy valaki közeledik hozzád és kimutatja az érzelmeket. Jelenleg nem könnyű valamit tisztázni, vagy tisztán átlátni, ami az ikrek jegyét illeti. Ez jelentheti a kommunikációt, a párkapcsolatot. Viszont, ha a bírósági ügyről van szó, akkor ebben a helyzetben tisztázódik valami. A rák jegyében nincs mozgás, viszont jön energia kívülről. Mars bolygó, Vénusz bolygó és Szaturnusz bolygó hat a rák jegyére. Mars és Vénusz bolygónál szerelemről van szó, és Szaturnusz bolygó segít abban, hogy itt kialakuljon valami, de kell a belső egyensúly, valamire odafigyelni, hiszen itt tükröződik valami, ami a párkapcsolatot illeti. Várható egy jó hír a rák jegyénél, de bírósági ügyeknél még valami olyan átláthatatlan. Az oroszlán jegyében nincs mozgás, viszont energia jön kívülről. Jupiter bolygó küld energiát, és Mars bolygó küld energiát. Tehát itt valaki tesz egy jó ajánlatot, ami örömteljes. Azon kívül valaki segít, erőt ad, vagy egy férfi közeledik hozzád. Ami a kommunikációt illeti, fontos, hogy odafigyelj arra, hogy mit közölnek mások.
A párkapcsolatban van még nézeteltérés, légy kicsit türelmes, amíg itt rendeződik valami. A szűz jegyében nincs mozgás, viszont a Nap és Merkur bolygó küld ide kívülről energiát. Ez egy hír, itt tisztázódik valami. Tehát egy jó hír után tisztán látod a dolgokat. A szűz jegyénél szerencse van, ami a párkapcsolatot illeti. A mérleg jegye. A mérleg jegyében nincs mozgás, de jön energia kívülről, mégpedig Jupiter bolygótól és Szaturnusz bolygótól. Itt lesz egy jó ajánlat, vagy szerencse, megkapod az igazságot, vagy ha egy bírósági ügyről van szó, akkor itt nyerni fogsz. És Szaturnusz bolygó segít abban, hogy itt tisztázódjon valami. Ami elbizonytalanít, az a párkapcsolat, de légy kicsit türelmes. A Szkorpión jegyében mozog két ú, a lefele mozgó kármikus csomó, ami utal az érzelmekre és utal a múltra. Itt vannak kármikus témák. A szerelmi élet területén szerencse lesz, közeledik egy jó hír. De ha van egy bírósági ügy, vagy egy bizonyos helyzet, amit igazságtalanságnak látsz, itt még vannak olyan témák, amit nehéz rendezni. A nyilas jegyében mozog a hold, de délután vagy este fele a hold elhagyja a nyilas jegyét, és áttér a bak jegyében. Itt van egy ilyen korlát. A két jegy között olyan, mint egy kerítés, tehát a félelmek vannak, bizonytalanságok a nyilas jegyénél és a bak jegyénél, akkor fontos ezeken áttenni magadat. Kell a könnyűség, és az segít ebben a helyzetben. Külső befolyás most nincs a nyilas jegyénél, viszont Nunki csillag az hat mindenkire, de különösen a nyilas jegyére. A bak jegyében mozog Mars és Vénusz bolygó, ami utal a szerelemre. Itt mozog Szaturnusz bolygó, és az jelenti azt, hogy itt lesznek sorsdöntő változások. Itt van Plutó bolygó, és az azt jelenti, hogy uralkodj e felett a helyzet felett. Mindenkinél van a bak jegye egy bizonyos életházban, és ezt az életházat kell most a kezünkbe venni, e felett uralkodni. De ami a bak jegyét illeti, tehát ha te a bak jegyében születtél, akkor ez kihat a te napodra, és az szimbolizálja a te énedet, tehát légy magabiztos. A vízöntő jegyében mozog Neptun bolygó és Jupiter bolygó. Neptun bolygó jelenti az álmokat, a vágyakat, és Jupiter bolygó jelenti azt, hogy ez megvalósulhat, hiszen Jupiter bolygó szerencsét hoz. Itt nincs külső hatás, viszont közeledik valami, ami a szerelmi életet illeti. A kommunikációról van szó, légy inkább visszahúzódó, és várj arra, amíg a másik fél jelentkezik nálad. A halak jegyében van a Nap és Merkur bolygó. A Nap jelenti a havi témát, de azt is, hogy figyelj oda valamire. És itt kommunikációról van szó. Mindez a víz elemében, tehát érzelmekről van szó. Hamarosan lesz szerencse, ez közeledik hozzád, ez lehet egy jó nyeremény is, és a párkapcsolatot illetően szintén szerencse lesz a halak jegyénél. És én kívánok egy szép napot, nagyon sok szeretettel, Dendera!